Az orosz-ukrán háború vonatkozásában az előbbiekben elkezdtem kibontani azt, hogy milyen olyan nemzetközi jellegű dimenziója, következménye van ennek a háborúnak, amely a távol-keleten egy nagyon régi konfliktus melegített fel, ugye ez az orosz-japán, a Kuril-szigetek vonatkozásában meglévő konfrontáció újra egy kicsit a reflektorfénybe került, és az előző videóban ott fejeztem be, hogy a második világháború vége, Sztálin, ugye a nyugati szövetségeseivel, akkori még nyugati szövetségeseivel megállapodott, hogy rendben van, megkapja a Szahalin, orosz érdekeltségű sziget egészét, és megkapja a Kuril szigetek teljességét, annak árán, hogyha Japánt szépen a kispadra ülteti, tehát hogyha segít a nyugati hatalmaknak legyőzni Japánt a második világháborúba. Ez meg is történt, természetesen ugye Sztálin elfoglalja ezeket a területeket, szigeteket, azokat a japánokat, akik ugye a déli terület részén helyezkedtek el a Kuril sziget együttesnek, azoknak egy részét nyilván kinyírta, egy részét természetesen kényszertáborba hurcoltatta, egy részét pedig elüldözték, ugye azt a délen szomszédos Hokkaidóra menekültek át. És akkor ugye rövidesen eljön a hidegháború időszaka. Ugye 56. októberében vagyunk, amikor a Moszkva-Tokió paktum vagy egyesség létrejött. Ez már egy enyhülési folyamat, hiszen ugye a felek gazdasági együttműködés irányába kezdték el terelni a diskurzusokat, és felmerült, hogy Japán a Kuril-szigetek nyilván Uruptól délre eső területrészeit ből kettőt megkaphat, de Japán azt mondja, hogy ott van az a másik kettő kis szigetecske, és azt is hagy kapjuk már meg, és így ezzel kvázi a korábbi 1855-ös simodai egyezmény értelmében járt el Japán, mert mint érvelésében, hogy ugyanazt szerette volna visszaszerezni. Tehát, ami ott van Hokkaidóhoz közel fekvő terület, legyen már így. Jó. Itt azért tehát egy enyhülési folyamat van, ez nagyon fontos, erre majd később az oroszok fognak hivatkozni. Itt most az elkövetkező éve tizedekkel én nem annyira szeretnék foglalkozni, de megvan a rendszerváltás, rendben. Itt vagyunk a 2000-es éveknek az elején. Itt megint fele mást mutat a felek közötti kapcsolat. Ugye amikor Medvegyev 2010 környékén elmegy a Kuril-szigetekre, hát akkor elkezdtek ugye befagyni az érzelmek, de viszont 2016 környékén, amikor ugye Putyin és Abe Shinzo, akit nemrégen ugye kinyírtak, róla is lehet, hogy kellene csinálni videót, mindegy. Ők vezető, első számú vezető szinten nagyon sokszor találkoztak, és akkor Japán és Oroszország között egy újbóli pozitív kapcsolatképítés kezdődött meg. Itt ténylegesen a felek pontokba szedve megállapodtak, hogy milyen gazdasági, milyen együttműködési lehetőségek vannak, tehát ez egy nagyon fontos állomás a felek közötti diplomácia történetben, és majd egyszer mondom, hát nem mond, azt úgy talán erős kijelenteni, hogy példátlanul sokszor, de tényleg azért számos alkalommal találkozott a két vezető, és itt úgy nézett ki, hogy a történelem viharos múltját valamennyire próbálják tudatosan túllépni, átlépni, és valami pozitív irányba szeretnék terelni a felek az egymás közötti konfrontálódást. Na de rövidesen eljutunk ugye az orosz-ukrán háborúnak a 2022. február végi kirobbanásához, kitöréséhez, és itt teljesen egyértelművé tette Japán legmagasabb szinteken azt, hogy mi az álláspontja. Ugye több vezető politikus, így például a miniszterelnök, a külügyér is egyértelműen megfogalmazta, hogy az orosz fél egy disznó, agresszor, a világ békét veszélyezteti, természetesen az USA, hogy is mondjam, patronálásának tudatában nyilatkozik így Japán, hát ezt azért érdemes megemlíteni, de ez ténylegesen, hát így mindjárt tesszük be részletet, a most júniusban is nyilatkozott ilyeneket a japán miniszterelnök, az első számú vezető, meg hogy ugye milyen nyersanyag és milyen fegyver utánpótlás forrásokat biztosítanak Ukrajna érdekében, Ukrajna mellett,
és hogy minden szankcióba, minden szankciót támogatnak, amely az orosz agresszióval szemben lép fel és emelődik be a nemzetközi politika színpadára. Tehát itt egy egyértelmű állásfoglalás van, és nyilvánvaló módon hát ez megint természetesen ugye az orosz félnek is a reakcióját értelmeszerűen kiváltotta, és ugye megint egy negatív irányba kezd elmenni a felek közötti kommunikációnak a mélysége, és ugye a Kuril-szigeteknek a kérdésköre ezért került újra a reflektorfénybe a két fél között. Plusz azért érdemes azt is megjegyezni, hogy 2020-ban már ott látható volt, hogy itt a Kuril-szigetekről sem nagyon akar disputát nyitni ugye Oroszország, hiszen akkor egy olyan alkotmánymódosítás vagy törvénymódosítás vezetett be, amely azt mondta, hogy az orosz területek, tehát földrajzilag érintett területekről nincs olyan, hogy átengedek vagy lemondás, tehát az egy is oszthatatlan. Itt természetesen gondolni kell a Krím-félszigetre is, ebből fakadóan olyan, hogy a Krímet átadják az oroszok, hát ez egy utópia vagy disztópia nézőpont kérdése, ilyenre nem fog sor kerülni. A továbbiabban pedig majd azt fogjuk megnézni, hogy mit mondanak az oroszok, és mit mondanak a japánok, hogy erre a területrészre miért formálnak igény, milyen úgymond történelmi predesztinációjuk van azzal kapcsolatban, hogy ők mondjuk a Kuril-szigetek, mint olyan elválaszthatatlan részét képezi akár az orosz nemzet, akár a japán nemzettől. Ezt fogjuk megnézni a harmadik blogban, és akkor onnantól kezdve összefog állni ugye ez a téma együttes. Addig is minden jót, hello!